Összefogtak a polgári erők Moson-Magyaróváron. Az önkormányzati választások képviselőjelöltjeit Árva István, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje mutatta be. Legelőször a jobb középerőket sikerült olyan módon összekovácsolni, hogy jelölteket tudjon megnevezni. Nem is akármilyeneket, azt gondolom tényleg egy olyan csapatot tudtunk Moson-Magyaróvár választópolgárainak a figyelmébe ajánlani, ami ítőképes. Összefogja azokat a általunk mérsékeltnek tartott jobbközéperőket, akik a békés építkezés mellett elkötelezettek. Azt gondoljuk, hogy ez kell a városnak. A választókörzetekben a Fidesz, a KDNP, a Nemzeti Fórum, a Polgári Kerekasztal, illetve a Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesülete állíthat jelöltet. Beszeretnénk fejezni azokat a megkezdett beruházásainkat, amik a sportcsarnok vonatkozásában, a geotermikus erőmű létesítése vonatkozásában folyamatban vannak. Tovább szeretnénk a közintézmények felújítását, megújítását, az utaknak a karbantartását és építését folytatni. Árva István hozzátette, ezek a beruházások nem csak a város gazdasági fejlődését szolgálnák, hanem új munkahelyeket is jelentenének.